Vádat emeltek az ellen a 40 éves férfi ellen, aki egy tonna rothadó haltetemet borított egy termőföldre még tavaly áprilisban. Azután vitte oda őket, hogy az engedély nélkül működtetett halastavában oxigénhiány miatt elpusztultak az állatok, pénzbüntetésre számíthat. Ezt a felvételt a rendőrök készítették a haltetemek egy részéről még tavaly áprilisban. A hajdúsági Gáborján határában van az a terület, ahova az elhullott állatokat kiszórták. A telek tulajdonosa nyilatkozott, de kérte, hogy ne legyen felismerhető. Nem tudjuk, hány mázsa hal volt a lepakolva. Értesítettük a hatóságokat a további intézkedésre, hogy szállítsák el innen a temetőt, mert már 2-3 napos volt, bűzlött és sírályok voltak. Ez az a halastó, amelyben feltehetően oxigénhiány miatt pusztult el rengeteg hal, innen vihették őket a területre. A vádlott egy Hajdú-Bihar vármegyében lévő halastó tulajdonosa, azonban üzemeltetési engedély nélkül tenyésztett abban különböző fajtájú halakat. 2022 tavaszán észlelte, hogy a vízben jelentős oxigénhiány lépett fel, ezért nagy mennyiségű volt a halpusztulás. A tó tulajdonosa ezt követően több mint egy héten keresztül egy utánfutóval hordta a mezőgazdasági területre a haltetemeket, ezzel többszörösen is megsértette a szabályokat. Engedélyesen volt a tulajdonostól, és az állati maradványok szállítását sem végezhette volna. Elhullott állati tetem, állati melléktermék szállítását, kezelését és ártalmatlanítását azt kizárólag ilyen irányú engedéllyel rendelkező vállalkozás végezhet. A tó tulajdonosa ellen hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt emelt vádat az ügyészség. A bíróságnak azt javasolták, hogy tárgyalás megtartása nélkül pénzbírságra büntesse az ügy vádlottját.